12. részéhez lapozzunk, illetve majd kövessük. János Evangélium a 12. rész 20. versétől olvassuk majd Isten igéjét. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek mentek aki a galileai védsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a földbe vetett buza szem nem hal meg, egy maga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicső is meg a te nevedet! Erre hang hallatszott az égből, már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A sokaság pedig, amely ott állt, és hallotta, azt mondta, hogy mennyörgés volt, mások azonban így szóltak, angyal beszélt vele. Jézus megszólalt, nem én értem, hallatszott ez a hang, te értetek. Most megy végbe az ítélet a világ fejelett, mert most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Urunk, köszönjük a te szavadat, a te igédet, az eddigi buzdításokat, mindazt, amit hallhattunk és láthattunk, hogy mit teszel, tettél, és most hogyan munkálkodsz az életünkben. Áldott legyél ezért, és a lelked által taníts most is. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hát eddig is az Isten tiszteltünk egy élő bizonsága volt Isten jelenlétének és hatalmának, mert ilyen úrunk van. Nem egy Istenben hiszünk, aki távol van hozzánk, vagy tőlünk, és valamilyen tantételeket el kell fogadnunk rólunk, hanem élő, élő Istenünk van. Annyira élő, hogy ráadásul egészen közel jön hozzánk, nem csak a gondolatainkhoz, nem csak addig, hogy megérthessünk róla valamit, hanem egészen a, a szívünkig, a lél, lelkünkig, a lényünk legbelsejéig, és igazából valahol rajtunk áll a döntéseinken, illetve maga az a vágyon, ami a szívünkben van, hogy mennyire engedjük, hogy hogy az Isten hason az életünkben. Persze a körülöttünk lévő világnak a gondolkodása nagyban befolyásol bennünket, de sokkal többet adott az Isten, mint amit most még fölfedeznél belőle, vagy fölfedeztél volna. És igen, lehet, ahogy elhangzott, sőt, nem így föl lehet, ez az egyetlen helyes út, hogy Istennel személyes és élő kapcsolatban legyél. Igen, minden nap minden percében élhetsz, élhetünk vele. Nem itt a templomba, nem valami különleges helyen, hanem ott, ahol éppen vagy. Hogy az egész életed az az Istené legyen, és Isten ben legyen benne. Jézus Krisztus által. Ő nyitotta meg ezt a lehetőséget számunkra, hogy vele élő és valóságos kapcsolatunk legyen. A Szentlélekről azért beszélünk, mert valóságosan itt van közöttünk, és az ő segítségével Isten szeretetét tudjuk felfedezni, Isten hangját tudjuk megérteni és hallani. Amikor Jézus arról beszélt, hogy a tanítványainak, hogy láthatjátok az atyát, akkor az elején nem értették, mondja is neki, más, hogy hát mutasd meg nekünk az atyát. Szeretnénk, annyira jó lenne látni az Isten. Azt mondja, hogy hát itt vagyok veletek, annyi ideje. És nem fedezted még föl, hogyha látsz engem, akkor látod az atyát. Fölismerni azt, hogy azzal, hogy Jézus Krisztus elkezd munkálkodni az életünkben szentlélek által, akkor a teljes teremtő Isten a szent háromságot kezdjük megismerni, és hallani az ő szavát, az ő hangját, és nem kell ennél több. Ennél, ez nem, ennél nem több, ha valakinek angyal szól. Vagy valami hatalmas kijelentést kap. Hiszen a legnagyobb dolog az, hogy a tested az élő Isten temploma lehet. A Szentlélek temploma. Ez egy csoda az, amivel az Isten ajándékozott meg. És igen, ez működik azon keresztül, hogy olvassuk az Isten szavát, és maga az élő Isten teszi élővé és elevenné a szívemben és a lelkemben. És az a Szentlélek amely az újjászületést elvégzi az életünkben, vagyis egy felülről való életet kezdődhet benne, az garantálja, az garantálja és garancia arra, hogy az Isten soha nem hagy el. Akkor sem, ha nem érezzük éppen az ő jelenlétét, az ő közelségét, betegségbe vagyunk, nehézségbe, a fájdalmak elveszik ennek az erejét, az érzéseit, az Isten nem hagy el ettől. Gondol el egy gyerek, ha, ha, beteg, ha nehézsége van, problémája van, akkor a szülei, az édesapja, az édesapja, akkor is édesapa és édesanyja maradnak. Tehát ez nem szűnik meg attól, hogy neki rossz érzései vannak éppen. Ugyanúgy, ahogyan az Isten befogadott bennünket, és mi elfogadtuk ezt a meghívást Jézus Krisztusban, úgy elkezdődik ez az élet. És igen, ezt nem lehet kiérdemelni. Ezt a részét nem lehet megérdemelni. Ez az Istennek az ajándéka. Aztán eljön az idő, hogy mint gyermekei növekedjünk, és sok mindent megtegyünk és megteszünk, ami már feladatunk és kötelességünk is, arra, hogy figyeljünk és engedelmeskedjünk, mert akiket az Isten lelke fog vezetni, azok az Isten fiai. Nem azok, akik beszélnek róla, nem azok, akik akár könyveket írnak róla, hanem azokat, akiket az Isten lelke vezére. És ezért annyira fontos Istennel élő kapcsolatban lenni. Hogy ne csak egy kis jó érzésünk legyen, néha-néha eljövünk, akár imázba, templomba, hanem az életünket betöltse ez az élet öröm, ami az Istenből fakad. Nem emberi módokon, nem emberi dolgokból, tanításokból. Oda csöppentünk bele a történetben, hogy Jézus éppen már a virág vasárnapi történeten túl vagyunk, mi még majd előtte fogunk vele foglalkozni, de nagy dolgok voltak mögötte, lázár föltámadása, és sokan érdeklődtek utána, és itt találkozunk vele. Ezek az ünnepek, amelyek elkezdődtek, például a húsvét ünnep, azt jelentett, hogy rengeteg zsidó ember a föld különböző területen értek, elzarándokoltak Jeruzsálembe, és nagyon sokan, Jöttek össze ilyenkor. Különböző néből, nyelvből, a pünkös történetében majd különösen ez szembe hogy hányféle helyről érkeztek. De most is, és olyanok, akik úgy látszik, hogy nem csak a közelből származik, görögök is voltak közöttük, ők keres, kezdték keresni az urat. A feltámadásnak az ereje és bizonsága ott kezdődik el, ahol valaki Jézus Krisztussal találkozik. És ez egy különleges vonzó erő, vonzás, amit nagyon érdekes volt a bizonságokban is hallani, hogy akkor, amikor teljesen távol van valaki még az Istentől, már akkor megjelenhet valahol a szívébe, és lehet, hogy utólag fogja ezt fölfedezni, de ez egy valóságos dolog. Nem tőlünk van. És erről tanít bennünket a, a természet is. Ha láthatjuk mindazt a csodát. Zsolt, 8. Zsoltárban azt olvassuk a, a 8. Zsoltár 4. 5. versében, hogyha néz, látom az eget, nézem az eget, kezet alkotását, holdat, a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, Micsoda halandó mondom, hogy törődsz fel, és az ember viha, gondod van rá. Akkor az egész természet szépsége körülvesz bennünket, a teremtésnek a nagysága, akkor hihetetlen az, hogy velem is foglalkozik az Isten. És Jézus Krisztusban tényleg nagy dolgokat tervezett el. A római levélben arról tesz bizonságot az Isten, a Római 1920 ban hogy ami az Istenből megismerhető, az az emberiség számára nyilvánvaló lett, mivel az Isten tette ezt kézzelfoghatóval el, el, megláthatóvá, és mondja, hogy ez a azt a láthatatlan valóját, az Istennek, az örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől kezdve. Ezért nincs mentségük. Tehát amikor láthatom azt, hogy, hogy nem véletlenül lett teremtve minden, nem a véletlen irányítja az életet. Habár persze, a kísértő mindig megpróbálja ezt megmutatni, de ezt fedezhetjük be Istenben, hogy ott van mögötte. És az a megújulásnak a csodája, amit Isten elhelyezett az egész természetben, hogy minden új évben megújul a természet, és ez az Istentől lehetséges. Ő adta ezt a megújulást. Mozes első könyvének az elején, olvashatunk a teremtésről, de ott nagyon érdekesen külön kiemeli, amikor a növényeket teremtette, hogy mindegyik magot hozott. Aztán azt mondta, Isten növeszen a Föld növényeket, füveket, amelyek magvakat hoznak, különféle gyümölcsfákat, egy gyümölcsöt teremnek, és majd abban maguk lesz a Földön, és így történt. olvassuk tovább. Hajtott át a Föld növényeket, különféle fűveket, amelyeket magvakat hoznak, különféle gyümölcscstermű fákat, amelyeken maguk van, és látta Isten, hogy ez jó. Így lett a lett harmadik reggel. Látta Isten, hogy jó. Úgy olvashatjuk, hogy Isten találta azt ki, hogy ezek a magok vigyék tovább az életet. És amikor megújulásról beszélünk, nem az a megújulás, hogy egy fa létrehoz egy magot, hanem az, hogy mi lesz a maggal, mi lesz azzal, ami szinte egy új élet. Ugyanúgy természetesen, mint ahogyan másképp megszületik egy új élet is, de ezek a magok nagyon szépen elhordozák, hiszen egy mag önmagából olyan, mint a élettelen lenne nem kezd azonnal valami lenni, hanem ott van egy lehetőségként. És ilyen, amit az Isten elvégez bennünk. Péter beszél erről, egy Péter első részében, 22. verstől nézzük meg, azt mondja, hogy tisztítsátok meg a lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képutatás nélküli testvér szeretetre, egymás kitartóan tiszta szívből szeres. Ezt, ezt nagyon szeretnénk, ezt a fajta szeretetet, csak érezzük, hogy ez nem úgy megy, csak hogy nagyon akarok szeretni, ha bár néha föllángol bennünk ez az érdés, de kiderül, hogy ez, ez nem emberi dolog. Vágyunk van rá, hogy ilyenek legyünk, de aztán kiderül, hogy mennyi korlát van ehhez, és mennyire rosszak vagyunk ahhoz, hogy ez valóság legyen. De mit mond tovább az igen? Azt mondja, hogy mint akik nem romlandó, vagyis nem egy emberi, hanem romolhatatlan magból születetek, újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Megyünk tovább. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága. Megszárad a fű, és el, virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez a beszéd pedig, amelyet hirdettek nektek. Tehát azt mondja, hogy az életed, amelyet az Istentől kaptál, azt lehet dicsőséges, csodálatos, mint a fű de egy idő múlva elmúlik, nem lehet ebben reménykedni, hiszen az Isten nem csak ennyit adott, hanem ennél többet is, lelket és életet, és hadot hozzá igét, vagyis az ő szavát és kijelentését, amely életet adhat, amely által Isten azt ki akarja formálni bennünk, a megtisztított szív, a mennyei magáltal, egy megújuló életet, amelyben tényleg Isten szeretete elkezd munkálkodni. Hogy a gyűlöletből valami egészen más jöjjön ki. A harag helyett megbocsátás tudjon lenni. Egy felszabadult szív tudjon lenni ott, ahol leterheltség van. Egy összetört élet, mint ahogyan ezt is láthatjuk, újjá tudjon formálódni, mert az Istennek erre van akarata és terve. Hogyan lehet találkozni Jézussal? Hogyan találkozhatom Jézus Krisztussal? Ez volt a kérdése ezeknek a megérkezett görögöknek. Ők nem tudták, hogy hol van Jézus, fülöppel találkoztak, hát ezért kérdezték tőle, de most hogyan találkozhatok? Hát, Izen nincs közöttünk Jézus Krisztus, most Isten jobbján van az Atyánál. Hogyan találkozhatok most vele? Azt olvassuk, hogy ők oda mentek. De ha én szeretnék találkozni vele, most mennybe kell mennem először, hogy találkozzak Jézussal. Az az igazság, hogy ez fordítva működik. Akkor találkozok majd személyesen a mennybe Jézussal, vagy ha, ha visszajön, ha előtte már megtaláltam őt. A jelenések könyve 3. rész 20. versenyeben egy nagyon érdekes képet használ erre maga az úr, a mennyből ő üzeni. Az Ima az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorázok és ő pedig én velem. Tehát az, hogy hova menjek, hogy találkozzak Jézushoz, az ajtóhoz. Ott, ahol Jézus megszólít téged. Ahol hallod azt, hogy, hogy ő neked szól most. Akár csak, amikor hallasz valamit a, a, Biblia által, vagy egy igényhirdését, de akkor is, amikor otthon vagy, vagy akár a munkáján utazol, és megszólítod az Istent, és ő is szól hozzá. Az az ő kopogtatása. Nem valahova el kell menned egy helyre, vagy nem majd a mennyben, hanem ő jött el. Még egyszer ezt a mennyben lévő Jézus üzente. Tehát nem aki itt a Földön volt, hanem a mennyből szólt és a gyülekezetnek üzente ezt. Persze ez többszörösen beteljesedett sok minden tekintetben, de az életünkben és a szívünkben is. Oda, ahhoz az ajtóhoz. Igen, ha be akarod fogadni Jézust, ha meg akarod találni, ha találkozni akarsz vele, akkor oda kell menned, ez az ajtóhoz, ahol ő ő zörget, ő kezdeményez, ő lép először. Nekem nem máshova, messze kell mennem, nem távol van tőlem ez az ige. Nem a föld alatt, vagy a, vagy a mennyben, hanem elküldte az Isten hozzánk. És azt mondja, hogy ennek olyan csodálatos következménye van, hogy amikor nem csak hallgatózol, és szeretnéd hallani Jézus, és az ajtón keresztül megpróbálsz figyelni a, a hangjára, hanem pont arról van, hogy behívd az életedbe. Hogy része legyen. Ne csak haldőt, ne csak távolról lássad, ne csak figyelhessd azt, hogy milyen csodálatos és milyen csodákat tesz, hanem hogy az életedben valósággal részes legyen. És ezt nem mi találtuk ki, nem emberek, mert akkor nem merném mondani. Akkor sem, ha én magam nem, éltem, nem élném át azt, hogy tényleg velem van az Úr. Ki lehet ellenem? Furcsa az, de Isten úgy döntött, hogy elsősorban nem angyalokat használ az ő csodálatos munkájába. Nekem mindig nehéz ezt megértenem, mert úgy érzem, hogy az angyalok tökéletes lények, vagy legalábbis olyan csodálatosak, amik engedelmeskednek az Istenet. Miért nem lehet mindenkihez egy angyalt küldeni, ha bár Isten ma is használ ilyet álomba, angyal által is megjelenik embereknek, de hogy miért nem mindenkinek, vagy miért nem ez az általános, és miért úgy határozott Jézus Krisztus, hogy embereket ilyeneket, mint én, ilyen bénákat, ilyen esetleneket, meg mint mindannyian, használ arra, hogy segítsen a mennybe vezető útra másokat. Nem a mennybe, mert én nem tudom mennybe vinni senkit, de hát itt van az, aki ezt meg tudja tenni, maga Jézus Krisztus. De miért bennünket használ? Miért Fülöpöt, meg Andrást, meg miért olyanokat, akik Fülöp is, aki tanítvány létre nem egyedül vitte oda Jézushoz, hogy először elmegy Andráshoz, aztán ketten együtt elmennek, amikor néha ilyenekre van szükségünk, hogy még a legegyszerűbb dolgot se tudjuk egyedül megtenni, ahhoz is segítség kell. Nem baj ez. Az úgy látszik, hogy Istennek ez nem probléma. És nem szégyelli azt, hogy hogy ezt így ö, találta ki, és hogy ránk emberekre bízta el. Hogy amit Jézus mondja, hogy menjetek el ti és végezzétek ezt a munkát, hogy, hogy, az emberek, akik csak élnek a Földön, meglássák azt, hogy mit jelent tanítványá lenni, mit jelent Istenben élni, és vele együtt járni. Máté 18.20-ban azt olvassuk Jézus ígéretekén, hogy ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevem, ott vagyok között. Mindig velünk van az Úr, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. De amikor együtt tudunk valamiért könyörögni, és valamit együtt tudunk kérni, előtte pont az beszél, hogy a mindenben egy akaraton vagyok, micsoda hatalma van, akkor Istennek a jelenléte az hatalmas módon munkálkodik. Ezért bízta rá az ő népére, a gyülekezetre is, mert nem az a lényeg, hogy ketten vagy hárman együtt vagyunk, hanem az, hogy ő ott van. És hát ketten vagy hárman azt mondja az én nevemben, vagyis, hogy az ő megbízásával, az ő akaratával, az ő tudtával, az ő fennhatóságával, azt mondja, hogy ott vagyok közöttük. Tehát lehet, hogy Jézus a mennyben van most, de azt mondja, hogy ott vagyok közöttük. Ő mondta ezt, ő ígérte meg. Ez a különlegessége az, hogyha val nem is látjuk Jézus Krisztus, mégis meghívhatjuk, és mégis behívhatjuk. És van egy ígérete, illetve hát, amire az imádságban is számíthatunk. A Timóteushoz írt első levél második részében olvasjuk. Pál a saját megtapasztalásából a Szentlélek által ezt mondja, arra kérek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedeszéseket és háladásokat minden emberért. Minden emberért. Nem csak egyszerűkért, azt királyokért, minden felje valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Istenfélelembe és tisztességében. Nézzük meg a folytatás azt mondjuk, ez jó és kedves ami üdvözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, és egy a közben járó Isten és az ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságolatta adta önmagát mindenkiért, tanulbizonságunk a maga idejében. Istenek az a terve, hogy te is megismerd őt. Nem az Istenem múlik, hogy kinyitod-e azt az ajtót. Nem az Istenem múlik az, hogy segítsen rajtad. Nem az Istenem múlik az, hogy csak a nagy bajban hívott segítségül. Nem rajta múlik az, hogy még csak messziről szeretnéd szemlélni. Ő azt döntötte el Jézus Krisztusban. Abba halt bele, hogy az ő szeretete fel tudjon téged szabadítani. És igen, erre hív bennünket. Azt mondja, hogy ezért imádkozunk minden emberért. Ezért érdemes könyörögni, és ezért érdemes ima csinálni, amit hallottunk is, meg olyanokat is, amit az Isten elé viszünk, meg majd a háladásokat is, hogy Isten minél hatalmasabb módon munkálkodjon először is bennünk. Hogy rajtunk keresztül is, egyszerű emberekkel, nem angyalokon keresztül, hanem rajtad és rajtam keresztül, akik tudunk hibázni is, mutassa meg az ő hatalmát és szeretetét. Mert ezt bízta ránk? Ez a csodája a megújulásnak. Hogy emberek maradtunk a testünkben, és mégis már Isten jelenlétét hordozhatjuk, ráadásul úgy, hogy ezt. Újból és újból megújítja bennünket azt, amit belehelyezett. Mert itt jön a mag halálának és a feltámadásának a törvényszerűsége. Ha ezt a kifejezést használom, igazából ez egy képe ennek. Hiszen a mag, ha nem hal meg, ahogy Jézus Krisztus mondja, akkor nem fog belőle új élet elindulni. Ha csak betesszük a vitrínbe, csak őrizgetjük, ha megpróbáljuk megtartani, mert milyen szép, akkor nem lesz változás. De a mag nem magáért van, hanem az új életért, ami benne van. Az, amit az Isten a szívünkbe helyezett a Szentlélek által, az az ige, az a mag, az nem azért van csak, hogy gyönyörködni tudjunk benne. Az sem utolsó egyébként, de ennél sokkal többet, hiszen azért van, hogy megsokszorodjon, hogy áldást hozzon. A Roma 14.9-ben olvassuk, hogy Krisztus volt az az első, aki meghalt és feltámadt. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt érlete, hogy mindha holtak, akkor mind az élőken uralkodjék. Ő volt ennek az első zsengé, első termése. Ő volt, aki bemutatta, hogy mit jelent meghalni és feltámadni. Valóságosan és teljességgel. Hogy az ő élete bennünk is elkezdjen munkálkodni. A 24. vers visszagorva János 12-re, arról tesz bizonságot pont, hogy ez a folyamat, ez olyan, ami Jézus Krisztusban is valóságá lett, és az életünkben is. Meghalni annak, aki voltam, akinek kinéztem, aki eddig megismertem, hogy a nekem adatott kegyelem, a lehetőségek elkezdjenek élni bennem. Az a magban bele van kódolva az új élet. Ez az, amit az Isten helyezett a szívedbe. Ez az, amit nem megőröz, megőriznem kell, hanem egyszerűen oda szánnom magamat arra, hogy valóság legyen. Megismertek téged egy embernek. Isten nem ennek lát csak, nem ennek a magnak, nem ennek a külsőnek. Ő azt látja, amit az ő igéjével együtt el tud benned végezni. Ez szemmel még láthatatlan, az ő számára már nem. És ezt szeretnék kibontani benned. Ehhez egyszerűen elengedhetetlen az, hogy elengedjed a, az életedet. Hogy is van a 25. vers? Hogy azt mondja, aki meg tartani az életet, meg, aki szereti az életét, az elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Csak Jézusban érthető meg, hiszen itt nem a testünk gyűlölete van, hogy jól meg kell gorbácsolni magunkat, meg különböző praktikákat kell alkalmazni, hogy, hogy bemutassuk, hogy mennyire nem szeretjük, mert egyébként a testünk az Istentől kapott ajándék, tápláljuk és gondozzuk, mert a, a léleknek a templom az életünknek a, a része, fontos, hogy vigyázzunk. De ez akkor is tökéletesen így van, aki azt mondja, hogy azt a magot szereti, azt szeretné megtartani amit szintén az Istentől kaptunk, az el fogja veszteni az életét. Az pont a lényeg marad ki. Nem lesz belőle új élet. Nem lesz belőle az a feltámadás, amiért Krisztus meghalt. Hiányzik belőle, illetve hát a halálra való feltámadás lesz, ez hiányzik belőle pont az, amit az Isten egyébként belehelyezett. Aki a magot szereti, annak nem lesz gyümölcse. Aki azt szeretné csak megtartani, mert annyira szép, és nagyon nehéz ez, mert az életünket az Istentől kaptuk. Ő adta bennünk az életkedvet is, meg az élet ösztönt is, de ennél többet adott Jézus Krisztusban. Mert ezt rontotta meg, pont a gonoszság, a bűn, az én bűnöm. Aki pedig el tudja engedni, vagyis azt mondja, hogy nem ezt akarom megtartani. Itt. Múltkor beszéltünk erre a gyűlöletről, itt most, nem a haragnak a gyűlöletéről beszél, hanem azt, hogy, hogy mi az, amit el tudok engedni. Azt mondja, hogy mi, mi az, amit, amire nemet tudok mondani. Amikor azt mondom, hogy elengedem, hogy ez a, ez a mag megmaradjon. És legyen, uram, amit, amit te szeretnél. Nem, nem csak úgy, mert ezt nagyon sokszor elmondjuk, uram, legyen úgy, ahogy te akarod, csinálom az életemet megy, és akkor hozzáteszem ezt, hogy, hogy legyen, és lehet, hogy komolyan is gondolom, de azt a magot akkor is meg szeretném tartani. Akkor is szeretném, hogy épségben maradjak meg. Úgy teljességben. És hogy minél egészségesebb legyen, legyen az a mag. De nem erre hívott el az Úr. Hanem pont az, hogy, hogy ez a mag meg tudjon halni. Hogy az jöjjön elő belőle, amit az Isten táplált a szívünkben és a, lelkünkben. Ez történt az első tanítványokkal, és ez történik ma is, és ez már egy másik élet. Olyan, amit ő adott nekünk, és ami benne van az életedben is. Ahogy rábízunk az Úrra ezt, a részét az életünkre, tényleg meghasad a másik. Félre Olyan, amit, amit az Isten lelke fog átformálni, és ez a csodája ennek, hogy ez már az Isteni. Nem emberi munka, de ez viszont az én részem, amikor ki tudom mondani rá. És a 26. versben azt mondja Jézus, hogy ennek következménye van, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Hol van Jézus? Most az atya Isten jobbját. Azt mondja, hogy aki nekem szolgál, az ott van, ahol én leszek. Ez a csodája annak, amikor átadom magamat Jézus Krisztusnak, hogy itt a földi életben is már összeköt ez majd a mennyel. Hiszen ez az, amit azt jelenti, hogy vele lehetek már most. És akár élek, akár meghalok, az Úrral leszek, az Úrral vagyok. És hogy nem kell féltenem azt, azt a magot, hogy mikor megy tönkre. Teljesen. Vagy hogy mi lesz vele. Keresztényként jobban félteni azt a kis mag életemet, mint hogy meghalljak, és hogy az Úr élete valójában bennem legyen, és, és gyümölcsöt hozzon, az a legnagyobb akkor Sokkal többet adott annál az Úr a szívedben, a lelkedben, a által, mint amit emberileg meg tudsz valósítani. Ne azt próbált, hogy mit tudsz kihozni legtöbbet az emberségedből, hanem azt, hogy Isten milyen hatalmasan munkálkodik benned. Hogy tényleg van ereje arra, hogy a gyászolóknak a szívében olyan békességet adjon a tőle való. Nem emberi egyszerűen végasztalást, arra is szükségünk van egy egymástól. Egy De többet. Hiszen mi nem itt a Földön építünk valamit, egy egyházat, hanem az Isten országát. És ez az Isten országa veled és bennem is épül ennek a csodájában. Jézus Krisztus megtalálhatták. Azok is, akik akkor keresztik, és megtalálják most is, akik most keresik. Te is. Ha hallod az örgetést, és még nem nyitottad ki, akkor ne csak élvezd Jézus kopogtatását, hanem nyisd ki neki az ajtót. Ezt ma is megteheted. Ha pedig már beengedted a szívedbe, akkor tudd meg, hogy azért kaptad ő lesz a magot. Azért lehet egy mag életed, hogy te is kész legyél arra, hogy neki élj. Hogy meghalljál annak a szépségnek, amit itt a földön tudunk elérni, hogy az Isten dicsősége legyen hatalmas az életünkben. És igen, Istennek ma is terve van veled. A munkahelyeden. A családodban. Mert az a néhány szó, amit tőle kaptál, az a néhány ige, az az imádság, amit elmondasz, értük, a munkatársaidért. Amikor a lélek által meg tudsz szólalni, azok mind-mind Isten munkája lesz általad és benned. Lehet, hogy gyenge vagy, és neked kell egy segítség, aki ima támogatása van. Általában házas párok ezért vannak. Ott már ketten vannak. Nem véletlen, hogy úgy kezdődik, hogy akkor már ketten. Szükségünk van egymásra. Isten adta ezt a szükséget. Nem kell szégyelni azt, hogy egyedül gyenge vagyok emberle. De csodálatos dolog az, megtalálni ezt a közösséget, először is a mennyei atyával, Jézus Krisztusban, és ugye egymásban is. Ez a jó atya bennünket. Olyan dolgokra is, amit eddig talán még ki se találtunk. Olyan dolgokat tudjon felépíteni, vagy eljuttatni, ami az ő terveiben van benne hogy az ő álmai és az Isten vezetése valóságá legyen az életünkben. Adja ez meg az Úr, és azt, hogy ilyen időszakban is, ahol a járvány letarolja a szíveket és a lelkeket, egyszerűen Isten ereje munkálkodjon közöttünk és bennünk, és ahogy ő ezt teszi az életünkben, úgy legyen valóságá. Amen. Most itt Isten tiszteltünk végén imádkozni hívlak benneteket, azért, hogy bennünk is és környezetünkben is Isten hatalmas módon munkálkodjon, az ő igéje által, az ő szent lelke által. Nem akarjunk ragaszkodni egy régihez, amit talán megszoktunk, hanem engedjük, hogy azt, amit az Isten belénk helyezett lehetőségként, új életként, az valóságá legyen. Imádkozzunk. Menjél, atyánk! Olyan jó volt hallani azokat a bizonságokat, amelyek arról szóltak, hogy te hogyan munkálkodsz most is közöttünk. Köszönöm testvéremet, barátaimat. Köszönöm, hogy itt vagy, és segítségül lehet téged hívni. Ki lehet nyitni azt az ajtót, ahol te kapott, És a te szent lelked nem szégyel bennünket, embereket, hogy formáljon, hogy az egész életünket átalakítsa. Hogy velőd valódi és élő kapcsolatunk legyen. Ne csak halljunk másoktól rólad, hanem mi magunk legyünk azok, akik segíthetünk abban, hogy mások hozzá tudjanak találni. Köszönöm azt, Uram, hogy sokkal fejebb helyeztél bennünket, mint az angyalokat. És az a terved az életünkkel, hogy, hogy ott legyünk veled. Uram, nem szeretnénk ezt elszalasztani ad, hogy akinek most van ott a szívében ez a döntés, hogy megérett és meghallotta a te hangodat, azt ne halassza későbbre ezt. Kérlek, ad, hogy imádság fakadjon a szívében, és behívom téged. És erősítsd meg azokat a testvéreimet is, akik most nehézségben vannak, gyászolnak. Akik nem látnak túl most a nehézségeken, a félelmeken. Kélek szabadíts fel őket. Adj nekik szívből jövő békességet és örömet. Mert erre van szükségünk Jézus Krisztus által. Amen.